kezdtem a raktól. Végre újra a mezőnyben, az olyan nagyon jó. Itt a tömeg nagyon jó volt szerintem. Mi volt a győzelem titka? Te versenyzőként látsz olyan dolgokat a pályán, amit mások nem. Miben voltak most ennyire jók a hátvéreses fiúk? Hát ott hagyták a szívüket a pályán igazániból. Teljes szívükből csinálták ezt az egészet, úgyhogy szerintem ezért is ez az eredmény. Nagyon örülök, hogy a csapatnak tagja lehetek, és a második számú csapattal is nagyon rangos versenyzők között tudunk a harmadik helyen végezni, ezt nagyon jól gondolom. Igen, nagyon jó érzés, meg az is, hogy Lajos Bának visszafelé tudunk valamit adni is. Nagyon sokat segít, aztán azért is nagyon örülök ennek a címnek, hogy hozzájárulhattunk az ő sikeréhez is. Amit egyéniben nem tudtam megcsinálni, sokat sikerült, és egy nagyon, nagyon értékes szezon zártam, én gondolom így. Pályafutásom nem jut szezonja, tehát nagy motorom mindenképpen. Mondja most az első évben, és úgy gondolom, hogy ezt tudom folytatni ezt a formát, akkor nagyon jó várnak még rám. Én ezen leszek. Tehát dolgozni szeretnék sokat a céljaimért. Remélem, hogy jövőre még jobb. Amikor itt állunk majd egy végén, akkor még jobb eredményeket tudok majd társadalni. Az, hogy az A-csapat megnyerte 2018-ban is a csapatbajnokságot, a B-csapat pedig nagyon-nagyon szépen a harmadik helyet hozta el. Úgyhogy köszönjük nektek, és még egyszer azt hangsúlyozom, hogy köszönöm nektek, mert magyar csapatként, magyar színvel ezt megnyertek. Úgyhogy hajrá tovább! Szép volt! Hajrá!